Megkezdődött kedden este az Atelier Nemzetközi Színházi Fesztivál Sepsiszentgyörgyön. A 22. alkalommal megszervezett kísérleti színházi előadások seregszemléje a legrégebbi színházi fesztivál Romániában. 10 év kihagyása után tavaly került ismét Sepsiszentgyörgyre. Az 1992-ben indított Atelier Nemzetközi Színházi Fesztivál a színművészet 21. századi keresztmetszetét igyekszik bemutatni olyan előadások által, amelyek a színházi nyelv megújítására törekednek. Régebbi ez a fesztivál, mint a Yahoo, fogalmazott kedden este Rádó Makrinics fesztiváligazgató a 22. Atelier megnyitóján. Idén a hazai, román és magyar társulatok mellett belgiumi, franciaországi, hollandiai, magyarországi és olaszországi színházak produkcióit lehet megtekinteni, mint minden évben a fesztivál kínálatát a hazai társulatok előadásai és a költségvetés határozza meg. Én azt mondom, mindkét tekintetben jó volt az idei termés, volt honnan választani. Ugyanakkor mindig hozunk külföldi előadásokat is, hogy ne higgyük azt, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt. Ami pedig a finanszírozását illeti, a határon billegünk, mint mindig, de ezúttal a tisztességes kereteken belül. A fesztivál Luisa Zahn, Sárik Péter és Alex Harding jazz koncertjével kezdődött, majd kiállítás megnyitóval folytatódott, késő este pedig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Nyugalom című előadását mutatták be Rádoán Frim rendezésében. Ezt követően pedig közönségtalálkozót tartottak, amelyen részt vett Bartis Attila író is. A Sepsiszentgyörgyi Atelier Fesztivál június 10-én zárul díjkiosztóval.